mint a színjátszó csapat. Majd jelezzétek hátulról, hogyha nem hallatszom, de bízom benne, hogy fogok. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az itt egybegyűlteket, és nagyon örülök, hogy ilyen szép számban megjelentetek. Engem ért az a megtisztelő feladat, hogy a Szákai Színjátszó csoportot felkonferálhatom, úgyhogy a mai este folyamán én fogok itt állni előttetek a színpadon, legalábbis a konferálások erejéig. A Szákai Színjátszó csapat 2008-ban alakult, és a jelenlegi formájában 2018 óta működik. Jelenleg 9 főből áll a csapat. Viszont folyamatosan várják a jelentkezőket, úgyhogy remélem, hogy ez a mai este is meghozza majd a kedveteket ahhoz, hogy esetlegesen csatlakozzatok a csapathoz, hogyha kedv, elszántság és akarat van bennetek, akkor mindenképpen várunk titeket. Mielőtt az első előadást felkonferálnám, az estéről röviden néhány szót engedjétek meg, hogy mondjak. Körülbelül 1 órás programra számíthattok, itt a színpadon legalábbis, ugyanis a móka nem ér véget, amikor innen levonulunk, hiszen aki már volt korábban, tudja jól, hogy kint folytatódik a mulatozás, úgyhogy bízom benne, hogy ma is úgy készültetek, hogy nem csak ezt az 1 órát töltjük együtt, hanem egy picit tovább tudtok maradni. Mielőtt az első előadást felkonferálnám, az estéről röviden néhány szót engedjétek meg, hogy mondjak. Körülbelül 1 órás programra számíthattok, itt a színpadon legalábbis, ugyanis a móka nem ér véget, amikor innen levonulunk, hiszen aki már volt korábban, tudja jól, hogy kint folytatódik a mulatozás, úgyhogy bízom benne, hogy ma is úgy készültetek, hogy nem csak ezt az 1 órát töltjük együtt, hanem egy picit tovább tudtok maradni. Az első jelenet egy picit rövidebb lesz, és ezt követően egy 5 perces szünetet fogunk tartani, majd az est fénypontjaként egy hosszabb előadást fogtok látni, melynek végén szintén szünetet tartunk, és utána pedig az est zárásaként a már jól ismert boszorkány tánc következik, úgyhogy nagyjából így tudtok kalkulálni időben is, és kedvben is a ma estét illetően. És természetesen, aki szemfüles volt, már észrevehette, hogy itt kint zsíros kenyérrel, illetve üdítővel, vízzel várunk titeket, úgyhogy a szünetekben bíztatnál a titeket, hogy nyugodtan fogyasszatok ezekből. Na és akkor nincs más hátra, mint előre, kezdődjék is a Szákai Színjátszók fellépése. Immár 16. éve egyébként tart ez a remek hagyomány, úgyhogy bízom benne, hogy még jó sokáig láthatjuk őket itt a színpadon. Na de nem is húzom tovább az időt. Az első darab következik, egy kabaré jelenet. A szereplőket tekintve férj, Lőrinc Károly, feleség, Kriskó Sándorné. Jelenetek egy házasságból címmel. Fogadjátok sok szeretettel őket! Orvosnál is voltál veled?
Na, ez, hagyjuk! És amikor mondtad a doktor úrnak, hogy én nekem van egy óriási problémám. Hagyjál már! És amikor meg akarta nézni a doktor úr, hozott egy nagy ittok. Ott sem óta! Dehogy is nem! Hát kint ültem a váróba, aztán mindent hallottam. Amikor sírva a doktor úr, ez így meg van dagadva már egy hete. Tudod, fiam, ha én lennék a hófehérke, hát minden este látnám a hét törfét. Na és te? Te miért hordasz fekete alsó nemű? Hát Bélem, mert ott gyászolok, ahol a legjobb a hiányzó Béla. Ne veszekedjünk folyton. Jó, akkor költözz el. Nem akarod rendbe hozni a kapcsolatunkat? Egy plasz. Mondj nekem valami szépet. Sör. Mondd, hogy sejmes a hajam. Mondd, hogy olyan szép a szám, mint a nyilló piros rózsa. Rózsa? Na hát azért ez húzás. Ugye? Ha nem borot változol, akkor is ugye nuccul. Béla, te olyan nagy disznó vagy. El fogok válni tőled. Azt nem mondod komolyan. De! Ez a baj, hogy nem mondod komolyan. Tudod neked, mi a legnagyobb baj? Az, hogy makacs vagy. Mikor voltam én makacs? Na, mikor kim voltunk Romániában. Jár mondtam neked, hogy nem szabad élő állatot kihozni az országból. Miért? Talán csak nem hagyom ott azt a kacsát, amit a Jolánka nénitől kaptam Kolozsváron. Te ragaszkodtál hozzá, ezt a badutra a lábad közé, a szoknyád alá. A határon meg neki állt hápogni. Jába magyaráztam a határőrnek, hogy a szárnyas betét. Meg a családod. A családomat azt hagyjam. Az öcsém. Hagyjad békén az öcsémet. A drágalátos öcséd, a doktor úr. Kirúgták, mert lefeküdt a betegeivel. Ez nem igaz. Persze, tényleg. Doktor úr, kár értem, mert hát ő volt a megyében a legjobb állatorvos. Na, meg a hugod? Az se egy bakoló kanál? Miért? Hát mit játszottatok karácsonykor? Filozofáltatok? Hogy hová tűnt a fény, amikor lekapcsolták a villanyt? Aztán egész este ott üdögeltünk a sötétbe, míg a hugod meg nem találta a hűtőszekrénybe. Szép kis karácsony volt. Csak az a baj, hogy te semmiben nem hiszel. Dehogy nem. Én hiszek. Na, tessék akkor. Miből hiszél? Hiszel? Abba, hogy iszok még egy csör. Na látod, Béla. Ez a te nagy bajod. De téged semmi más nem érdekel, csak a sör. Egy újságot nem olvasol el, egy híradót nem nézel meg. Meg ahogy bánsz velem, sose mondod azt például, hogy szép vagyok. Ja, aztán mehetnék gyónni. Nem vettem, igen, ennyi idős korban nem szívesen hazudozik. Né? Én igenis szép voltam valamikor. 39 fiú egybehangulú szavazata alapján szépség királynő is voltam. Na! Na, aztán mikor voltad? Általános négyben. Ja, általános négyben. Akkor voltál 18 éve. De régen, ha, ne, jaj, ha
nem szeretsz, akkor miért vettél? Mert egy nagy állat vagyok. Régen te házasságpárti voltál. Most bezegésre se vesző más nőket, meg fölfasz a szerede. Ja, mert a házasság is olyan, mint egy a kínai étel. Mert? Mert amikor megrendeled, aztán kihozzák, akkor jössz rá, hogy azt kellett volna rendelni, amit a szomszéd asztalnál lesznek. Beérjük állak? Én is. Legszívesebben. Kifutnék a világból. Én meg elköltöznék a Marsra. Akkor most elválom. Miért? Van valaki? Utána! Még egy férfi! És neked? Utána. Benned az a jó, hogy nem vagy szép, meg hát pörzni sem tudsz. Így hát eszem a mákos tésztát, barna pörköltnek meg egész jó volt. Hát te se vagy egy tigris az ágyba. Hát egy karmi se tudsz fölrakni. Összeillünk a fenébe. Na, gyere, menjünk, feküdjünk le. Béla. Akarok, hogy a boldoggá tegyelek. Miért? Elköltözöl? Mikor indulsz? Visszaér, engedjétek meg, hogy egy érdekességet még megosztak a csoportról. A Pajta Színház találkozón legutóbb egy külön díjat sikerült elnyerniük, úgyhogy ezt csak azért gondoltam megosztani, mert én nagyon büszke vagyok a csapatra, és természetesen a vezetőjükre, Horváth Dénesnőre, ugyanis az ő kitartó munkája nélkül azt gondolom, hogy nem tartanánk itt, ahol, és természetesen mindenkit név szerint említhetnék a csapatból, ahogy fogok is, ugyanis a következő darab ebből a szempontból egy különlegesség, hiszen mindenki részt vesz majd benne, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy örömöteket lelitek a színdarabban, és hogyha sikerült így megérkezni, akkor bele is csapnék, hogy mit fogunk látni a következőkben. Szúnyog Árpád, Kölle pénz komám című darabja következik, a szereplők pedig Huncfut István falusi gazda, Takács Béla, Zsuzsi a felesége, Horváthné Lukácsi Mónika, Hájfejű Istó, falusi gazda, Büki Boldizsár, Panni a felesége, Notterpek Antalné, Kisbíró, Lőrinc Károly, Szabolcsné falusi asszony, Kocsis Mátyásné, Subákné, Kiskó Sándorné, Bagyosné, Horváth Dénesné, Peták úr, Völgyi József. Fogadjátok őket sok szeretettel! Aludhat, van ennivalója, van a kínosorán. Hát mondja a szomszéd azt, hogy minek neki akkor a pénz? Minek? Hát azért, hogy szagot vegyen rajta. Ne mondja már minden, szomszéd azt, hogy szagot vesz rajta. Csak nem illatosítja magát a szomszéd, akár egy pesti démon. Neme, olyan baraszagú az egész szobor, hogy emberfia ki nem bírja. Ne mondja már minden, szomszéd azt, hogy baracsabban illatosítja magát. Azt öntögeti ki a ruhájára. A mennydörgőt, nem a ruhájára, a tordába. Ne mondja már ilyen szomszédosszonyban. Körmit iszik? Nem törni, farad pálinkák. Ne mondja már ilyen szomszédosszonyban. Iszik a hátfájú szomszéd? Iszik, hát, de hogy ezután nem fog inni, arra jót állok. Ne mondja már ilyen szomszédosszonyban. Miért? Nem szereti már a varacspálinkát? Nem arról van szó, hogy szereti vagy nem szereti,
hanem Albu, hogy rájöttem a rafanériájára. Ne mondjon már, Ilán szomszédasszony, azt hogy jut rá? Hát tudja, az úgy volt, hogy elkezdtem gondolkodni. Azt mondtam magamban, te Panni, ha itt a szobában baracszag van, akkor valahogy baracs pályának kell lenni. Erre föl elkezdtem szaggatni a szobában. Föl meg lejárultam a szobában, beszaggoltam a kredencbe, divány alá, hát csak nem találtam meg a szagnak a fészkét. Ahogy ide-oda szaggatok, egyszer csak megállok az asztalnál. Mondom, tű, itt állj meg, Panni, mert innen jöhet az illat. Ha ki akarom nyitni a fiókot, hát nem nyílik, bé van szállva. Mondom, hogy lehet ez bezárva? Mikor sose volt kulcsa. No, gyerünk gyorsan a bicskába, abban addig vacagugattam, amit kinyílt. A bicska! A mennydörgött az asztalfió. Hozta, hogy kinyitottam, hát csak hogy tűnt belőle a karackéra. Szomszéd az, hogy akár hiszi, akár nem. Egy literes flaskó volt benne, teli baracspálinkával. Kivettem a flaskót, a helyében meg bekettem a gyerek dudlincs üveget, teli tejet. Ha ide akar, hát abból jár. Nem hagyom már, Ivan, szomszédasszony. Dudlincs tett a helyében. No, ezt jól megcsinálta. De tudja, nálunk erről szó nem lehet. Hát, hogy Estvánnak sok a gyomorsa vajussága. Most azért ne szabad neki inni. Neki is sok a gyomorsa vajussága. De nagyon rafanérozottak ezek az emberek. Az én istókom is azzal érezte, hogy teli a világot, hogy sok a savanyúsága. Azt látja a szomszéd azt, hogy baracspálinkával kuráltak. Azt nem baracskal kuráljuk, hanem bikával. Bikával? Hát micsoda bikával? Hát szóda bikával. Hogy ez a szomszéd az, hogy nem érez valami szavoti. Alig, ha nem odaégett a rántás. A mendörgött, nem arról szó. Igaza is van. Nem a rántás éget oda, hanem a tej! Mondja csak a szomszéd az, hogy maga zárta be ezt a fiókot. Én. Hiszen ennek nincs is kulcsa. Ennek sincs kulcsa. Osz bicskája van-e? Akar. No, megvan már, kinyír. Tű, itt van mit szagolni. Na. Ehhez mit szól, szomszédasszony? Látám, hogy ez medicina. Medicina? Na, kóstolja csak meg. Na, mit szól hozzá? Elfelejtettem megkóstolni. Hát azért az elő meggyógyulhat. Tudni is megje, van-e? Itt van a gyereké. Tegye csak be a fiókba. Hallja el, szomszéd azt, hogy most aztán nyitva tartsa a szemét, mert rá kell gyűnünk, hogy milyen rafanériával csalták ki a pénzt tőlünk erre barackosra. A pályát meg gyúgjál valahova, nehogy megtalálják. Hű a minden! Micsoda szakban itt van meg est? Akár mi legyek, hanem a látásséget tudom! Ő a mindenit! Én meg föltettem a tejet! Jó! Zsuzsi! Zsuzsi! Kódorog már megeste az asszony. Biztos már megint a szomszédasszonynak kapcsol. Ez a szomszédasszony, ez a Panni. Ez nem tetszik nekem sehogy se. Olyan ennek az esze, mint a beretva. Úgy pillanítja az asszonyt, hogy már nem lehet az eszén túljárni. Pedig, higgyék meg, az sehogy se jó az asszonynak, sok esze van. Mi a csodák? 450 tojás egy tyúkot? Ammár nem lehet. Na nézd. Zsola tyúkok Kaliforniából. Blöpplöm, Olivér, a világhírű farmer,
olyan tyúkfajtát tenyésztett ki, amely 450 tojást tojik egy esztendőben. A kitenyésztett tyúkok közép nagyságúak, és a lábuk élénk zöld színű. A farmer már 10 000 ilyen csoda tyúkot exportált Európába. Négyszázötven tojás egy esztendőben. Hát, ha csak 6 fillérre számítom is darabját, az megvan vagy 25 pöngő. Szép pénz. Hagyj én Isten, mondtok, Csomci. Adjon Isten, hátfáj, Csomci. Hát, Kendert meg mi látta, hogy így lélek, mint kutya a kánikulában? Baj! Szörnyű nagy bajba! No, no. Most mi az a szörnyű baj? Rágyüttek! No. Most mi rágyüttek rá? A barackos rejtek helyére. Ölnye! Az árgyírusáv annak a hétpárfütyülő rosszbaringos világnak. Nem már nagy hiba. Most miből tudja, hogy rágyüttek? Hát csak onnan, hogy elővettem a kulcsot, és megpróbáltam kinyitani a diókot. De csak érzem, hogy nem fogja a kulcs. Mondom, mi az összlelte ezt? Újba próbálkozok, de nem nyílott. Ne szamurázza a szót, szomszéd, a veleire dolognak. Nem nyílott, mert már nyitva volt. A barackos rejtek helyén meg ezt a dudlis üveget tették. Mondok gyorsan, átlélek a szomszédhoz, mielőtt az asszony ide gyűne. Elkésett már szomszéd, nem fogja ezt se. Most akkor... Akkor mit csináljuk? Gondolkozzunk. Az nehezen megy ital nélkül. Pedig most már nehéz lesz pénzt kicsalni az asszonytól. Szafa, szomja halunk. Lárjék csak, szomszéd. Ezt meg lehetne próbálni. No. Erre nem gondolnak. Ez újra fanéria volna. Fanéria? Nézd el csak, szomszéd! Nem van két tömbő. Osztom. Léheljön csak át a bagos szomszédtól, tudja, aki tyukokkal kereskedik. Azt vegyen meg tőle két középnagyságú tyukot. Hát tyúkot akar menni, szomszéd! Szahogy van az udvarában 100 is! Töl az a pénzcsinálásról. A tyúk fog pénzt csinálni? Csak nem olyan tyúkokat vesz, amely 5 pengősöket tojé. Hát, nem hiába hívják Kendert hájfejűnek. Azért veszem meg a két tyúkot két pöngőjét, hogy 10-et kapjak érte állatot. 10 pengő? Rettenetes sok pénz. De mondja már, hogy csinálja? Ezt hiába mondom, mert rafanéria pöllő ahol. Rafanéria? Hát ha éppen ugyanúgy csinálom, mint Kent szomszéd, akkor csak kő, hogy ugyanaz legyen a végén. Ha nem bizonyos, na, lijöjjön át a bagoshoz hozzá a két lyukot, de úgy állom, hogy az azt, hogy meg ne lássa. Én meg addig előkészítek mindent, amikor a pénzcsinálásról. Figyeljek, röppes, itt is leszek. Kerítés föstéséből maradt egy kis zöld fösték. Ez itt meg jó lesz. Jó gyorsan száradós.
Mit keresel, asszony? A tennapi napot. És itt akarod megtalálni? Az nem tartozik rendre. Mit riad a gyerek, mint a nyásra húzták volna? Hát, én vagyok az anyja, hogy tőlem kérdez. Hát elhallgatná a napestig is. Ahár egyébként neki adná a dutis üveget. Nem látta valahol? Nem igen szoktam dutis üveget használni. Itt volt az asztalon? Talán az újság alatt van? Újságon, ne nyújjad, nem való azt, hogy kezdj le. Talán az asztal fiókban van. Annál lehet. Itt van, mi? Mi a fene tette ide? Asszony. Állj csak ide, Ervin. Talán ezekért osztatni akart. Lehelje. Nem vagyok én áspéritú valat, azt szokott lehelni. Asszony. Te pályingát hittál. De, ha még egyszer rágyülök, hogy iszod, én letöröm a derekadat. Ennyien, amit mondani akartam, ezzel ki van? Ne ezt a gyerekköt! No hát! Tudja! El a papakő! Most, odébb állja, míg jól dolgod van. Jól van, jól. Azért vidva tartom a szemem, ne féljen! Nem ősz, Magyi gyümölk! Na, itt lehetne már a szomszéd. Itt vannak a tükök szomszédok. Elnézem, de nem, hogy kis pengőt. Ez két pengőt se érne. Majd megérik, ha megföstöttem őket. Tükot akar köstelni, szomszéd? Aztán. És miért csinálja? Értem, kérdezem, miért csinálja? Azért, hogy csodatyukok legyenek. Nem értem. Nem értem. Ilyen. Leköst ki a tyukokat, aztán szépen belámázza a képát, aztán Pesten meg eladja a mauzóleumba. Talán még 20 pengőt is adnak érte a pestiek. No, átrapáltam. Hát, a nyolat is itt rapáljál, hát a képüvelő. Nem képet föstök én, hanem tyukot. No, befösti a tyukot. Csak a lábakat szép zöldre. Aztán miért csinálja? Azért, hogy csodatyukok legyenek. Nem értem. Nem értem. Hát, majd megérti mindjárt, ha elolvassa az újságot. Értem, értem. Csak azt nem értem, hogy mi az a rekamé-é. Micsoda rekamé? Hát ide van az írva, hogy eladó szép zöld rekamé-é 20 pengőjét. Nem arról van szó, szomszéd, azt olvassa, ami fölött áll. Ezt te? Csoda. Tyúkok Kaliforniából. Plöp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 l
fajtát tenyésztett ki, amelyik 450 tojás tojik egy esztendőbe. A kitenyésztett tyúkok középnagyságúak. A lábuk élénk zöld színű. A farmer már 10 000 ilyen csodatyúkot exportált Európába. Na, most már érti, szomszéd? Most már nem értem.
miről is van itt szó? Hát kennek kevesebb ez a mint a tyúknak. Hát várjék csak, hogy a magyarázat. Azt írja ugye az újság, hogy mit tanálták a csodatyúknak. Olyas valami? Azt is írja az újság, hogy a csodatyúknak zöld a láb. Az áll benne. Na, már most ennek a két tyúknak is zöld lesz a lába, mert hogy béföstöm zöldre. Értem. Ha megfösti a lábát, akkor ezek csodatyúkok lesznek? Úgy van, ahogy mondja. Akkor, ha pedig ezek csodatyúkok lesznek, akkor minden egyik 450 tojás tojik egy esztendőbe. Így lesz rengeteg sok pénzű. Na, Isten megáldja, szomszéd. Isten megáldja. Na, hol van egy szomszéd? Emegyek haza, beköstöm a tyúkok lábát. Azt hiszik, ha beföstje a tyúkok lábát zöldre, akkor azok rögzás többet töljön. Hát, hiszen benne van az újságban. Hiszen benne van. Csak hogy a kent tyúkjai nem olvasnak újságot. Arról már én is hallottam, hogy a tyúkok nem értenek az ABC-hez. Akkor mondjam, hogy csinálja? Hát így, hogy most csinálom. Béföstöm a tyúkok lábát zöldre, azt a kisbíró meg elviszi, azt feladja az asszonynak, mint csodatyúk. A kettőt tíz pöngőjét. Egy kettőbe kerül, tizet kapok érte, marad nekem 8 pöngő. Körül az borra, aranyfáinkára, üsülőni valóra, meg más illen, nagyon hasznos dologra. Na, most már érti, szomszéd? Értem. De? Honnét tudja meg a szomszéd azt, hogy a zöld lábú tyúkok csoda tyúkok? Hát majd elolvassa az újságot. De te miért eszel van, szomszéd? Ezt én is utána csinálom. Na. Készen is vagyunk, szomszéd, jön. Tegyük be őket a sorokba, bújtsd tovább. Adjon Isten! Szerencsés jó napot kívánok! Fontultam, hogy benézzek már, mert sohasem tudja az ember, hogy mikor van szüksége kis helyhatalos ténykedésre. De jó, hogy itt náleges kisbíró. Már itt fák, hogy magáért akartam szólni. Aztán mi lenne az én hivatalos ténykedésem? El kéne adni az asszonynak két csodatyúkot. Csodatyúkot eladni? Hát ezt a rafinériát még nem ismérem. Nem is igen esméleti, mert hitták, hogy csak most fundáltam ki. Ó! Aztán mi lesz az én hivatalos ténykedésem ezzel kapcsolatban? Azt írja az újság, hogy valami blöplöm amerikánus olyan tyúkfajtát talált ki, ami 450 tojást tojik egy esztendőbe. Ugyancsak azt is írja az újság, hogy a csodatyúknak zöld a lába. Na már most, hogy egy kis pénzt lehessen szerezni az asszonytól, arra gondoltam, hogy... Ne is folytassa tovább, azt tudom. Tudom, hogy megy ez tovább. Kent beépesti a tyúkok lábát zöldre, nekem meg az lesz a feladatom, hogy eladjam a Hunzhut nélszonyságnak. Ezt honnét találtak ki? Tíz pöngő tartja a kettőt, hozta az árából nem erisztett egy vasot sem. A tíz pöngőből elhoz a Kleintől egy literrel a barackosból, de megmondjám neki, hogy
Nehogy vizet töltsön bele, mint a múltkor. Azt a... Míg visszakapapból megihat kent. Kettő fröccsöt. A maradék pénzt meg visszahozza neked. Megértettek ennek az okos szót? Nő! Ögyenesen nő! Humbarnak a tyúkok! Itt vannak a borítóban. Kis Pire úram, egy feltárt óra múlva hozzám is átnézhetne, addig én is megtöstök 3-4 tyúkot. Ha, mégis csak jó volt már nézned, most már 4 fröccs a lócunk. Isten megáldja, szomszéd. Isten megáldja. Nem megyek, betöstöm a tyúkok lábát zöldre. Aztán... Jó, fössön! Ha-ha! Rám biztosan! Nem kell ahhoz tudomány! Szerintem megálltja! Szerintem megállt! Zsuzsi! Zsuzsi! Na mi az? Mi baj van? Kárt kiáltott? Én? Eszem ágába se volt. Ne vicceljön már! Hát hallottam, hogy valaki kajátott. A lehet. De én nem. Na, mehetsz a dolgodra. Mi a csodák? 450 tojás, egy tyúkot. Annál nem lehet. Én? Semmi. Ez a újságírkár, firkár, minden tücsköt bogár. Azt írják, hogy olyan tyúkfajtát találtak ki, ami 450 tojásnak egy esztendőben. Ha! Illanvaraságot akarnak várni az embernek. Már miért nem orra lehetséges? A mai világban sok minden lehetséges. Bár már a gyerekek se a gólya hozza, hanem a repülőgép. Mutassad csak azt az újságot! Ott van, mi ahonnan az ujjam. Azt írja, hogy már Európában is exponáltak belőle. Biztosan már nálunk is kaphatók. Utána járatnak el, hogy beszerezzen egy párat belőle. Ne beszélj már valamitokat, azt mondja, mint ezt az újság. A szagosné, a pavilosné, a sumákné. Mind megütni a menkit! Ha megtudnák, hogy én szereztem meg az első tadatjúkot! Hát már olvasni se hadsz! Hát már egy perc nyugtanán lehet az embernek! Hová megtem? Oda, ahol nem látok asszony! Persze, a kocsmába! Hogy mi mindent ki nem találnak ezek az amerikánusok? 450 tojás, egy tyúk tud. Mit eszel évben? 25 pengőt. Tud a sok pénz. Csak azt csodálom, hogy az illány tyúk. Na, hogy kapja meg magát, annyit kell tojnia. Egyikát a másik után. Vannak, ahol kettőt is kell tojnia. Hát hogy bírja ezt? Adjon Isten! Adjon Isten! Nincs itt hol a kunstfutgazdura? Nincs itt, ha mit akar tőle? Akkor elkül, hogy figyelj máshova. Azt kérdeztem, hogy mit akar tőle? Hát ezt a pár tyúkot hoztam neki. Hát, ha megvette volna.
Már miért venné meg? És van nekünk csúkunk elég. Hát, tudom én azt. De azt mondta a kopa, aki él, hogy ezek csoda csúkok. Hát igen, fájítosan tojnak. Hát lehet, hogy jó tojók, de hát nézze meg, milyen rondának is rondák. Milyen zöld a lábuk, mint ott egész a spenótba pacíroztak volna. Azt mondja, hogy zöld. Jó. Öl a fenének, illen batakcsunk. Akkor el kell, hogy vigyem máshova. És mit kér érte? 10 pöngőt a kettőért. Nem fél az Istentől? 10 pöngőt a kettőért? Pedig hát nem elisztettek az árából, mert hát sokba került a hajójegyük. Hajójegyük? Hát hajóval gyűjtek? Abion, még majd, hogy nem baj is lett belőle, mert 8000 óta hajón, aztán majd minden nap 2 tojtok, a 8 nap alatt meg olyan tojáshegyet csináltak, hogy a hajó félre billent, majd elsüllyed. Hát a 2-t 5 pengőjét megveszem. Ja, akkor el kell, hogy vigyem a szavosnévó. Amár mikor meglátta, akkor beígérte érte a 10 pöngőt. De akkor De... Hol van a 10 pöngő? Hol van az a 2 lyuk? Itt van egy. Na most örüljet a gazdura, majd a borító alatt megtaláljuk. No, Isten megáldja! Isten megáldja! Subákné, Subákné, jöjjön már ide egy percre! Szagosné, Szagosné, maga is gyűjjön! Bagyosné, Bagyosné, mi jöjjön már ide? Itt vagyok, Mán, itt vagyok, édes lelkem galambó. Mi van már, gyorsan mondjam, mert itt meg mozsattam a gyereket, aztán behagytam a tetenőbe. Jaj, mit tud mondani? Huncsutné lelkem, de gyorsan mondjam, mert itt meg a fejést hagytam abba. Aztán tudja, hogy a tenén azt nem ilyen szereti. Bagyosné! Mi az a csuda, azt halljam. Bagyosné, gyűjjön már ott! Itt vagyok már, lelkem, csusám. Mi az, amit mutatni akar, de gyorsan mutassam. Mert már feltettem a kukoricát a libába, csak le kell húzni a libáját. Mutatod már. Ide mereztetve mondják meg, hogy láttok-e már illen. Hát, mi látni való van 2 illen maszatos tyúkot? Nézzék meg ezt a 2 tyúkot, hogy ez egy... Ezért kajátod. Ezért hagytam ott a fejést. Már azt hittem, 2 fejű bógyúzott a zsörmiát. No, lelkem, Zsuzsám, ezért nem körülött volna kaját, amit eddig még lehúzhattam volna a libámig aljának, hogy itt úgy nézzék meg ezt a 2 tyúkot, hogy csoda tyúkok. Csoda tyúkok. Aztán mi a csuda rajtuk? Hát ha van szemük, láthatják, hogy zöld a lábuk. Hát mi volna zöld a lábuk? Hát nem a maguk lábáról van szó, hanem a csoda tyúkét nézzék. Aztán ha zöld, akkor mi van? Az, hogy ezek amerikán is csoda tyúkok. Minden nap 2 tojás tojnak. Azt az biztos? Hát én csak tudom, ha mondom. Az lehet, lehet. Csak az a kérdés, hogy a tyúk tudja-e? Ebből az újság olvashatják. Ebből az újság olvashatják. Hát ide vagyon írva, hogy zöld a lábunk.
450 tojás dojnak. Már Európában is exponáltak. Azt mondja, amit mondtam, amit látta, az köztünk maradjon. Nem kell az egész faluban dobra verni. Csak mi hallgatni? A kő, mint a sír. Tücsögni asszonyságot, a te is vágyja! Ilyen csodát még nem hallottatok. Három tojás tojnak minden három nap. Hey, hangjáni! Tücsögni! Mari, Juli, Kati! Álljatok meg, tudjátok mi az újság? Hollandika mellék minden nap négy tojás tojik. A saját szememmel láttam, amikor tojtak gátni. Kádárni, Balikóni, Trospi, minden hülyenek gyorsan. Kurcuk nének hollandok, tükrei vannak, amelyik minden szertájú lábai egy tojás tojik. Győzi a tojásokat. Mondja csak asszonyság, igaz, hogy két csora tyúkja van? Igaz, hogy naponta 10 tojás tojna? Hát mindjárt, mondja le mindent! Miért menjünk be már Peták úr? De bár jobban elviskurálnánk, most meg is nézhetni őket? Nem lehet, édes galambom! Négy malacot kergetek a vásárba, oszlat, nem mennék minden szavakállamra. Ne, koca, ne, ne, ne. Hát akkor majd kigyűlök én mindjárt. Bizony édes lelkem, Peták úr, ezek csodatyúkok. Úgy tolnak, mint a karikacsapás. Alig üt ki az egyik, már jön a másik. Ője, drági újság! Az asszony népség már az egész pont föllármázta. Hát, hogy még baj lesz. Muszáj már segíteni nekik egy cseppet. Alig, hanem a hájfejű szomszéd is megszerezte már maga nyolcton bőjét. Csináltam, ahogy Kám mondta. Fölkaptam az udvaron két tyúkot. Most már árjult eszembe. Én itt csoda ember vagyok, mert két zöldre merte az asszony a lábam. Hát, jó, engedje meg már, hogy leüljek. Éjjaj, már ülni se tudok. Hát, nem volt otthon zöld olajfestéke. Ezért a gyereknek a gombfestékét vettem elő. Beföstöttem a tyúkok lábát, odaadtam a kisbírónak, hogy vigye át, adja el az asszonynak. Az meg tudja, hogy mindig iszik az a disznó. Aztán bekért a klánhoz. A tyúkokat meg
mindenkit letette a küszöbre. Az első meg megered. Jaj! Lemosta a tyúkok lábáról a tömpestét. De azért csak elvitte az a szóhó. Ott meg azonnal megismerte, hogy az ő tyúkjai. És neki ment a kisbírónak, hogy kinek a tanácsára cselekedett. Ő meg megmondta, hogy én adtam neki a tyúkokat. Hogy hogy jött nekem, azt láthatja. Ki hallotta belőlem. Kinek a tanácsára cselekedtem. És kent megmondta? Nem akartam, de úgy az oldalamban nyomta a gyurófát, hogy a másik felé jött ki. Jaj! De már jönnek kis gyurófába, de piszkabassa. Jaj! Most mit csináljunk, szomszéd? Mit csináljunk? Nagy baj lesz ebből. Érdezzem már meg, szomszéd, hogy mit van a bandáznak itt az orrom előtt? Nékend beszél! Nékendnek áll a malom felül! Az egész falu rajtam röhög! Ha-ha-ha-ha! Csoda tyúkjai vannak a Hutt-Hutt nénak! Föstört lábú csoda tyúkjai! Majd lemossuk a föstéket! Svillerek! Ki menj azt állítani, hogy az én tyúkjaim nem csoda tyúkok? Én nem! Majd nem olyan, hogy igyár hozzak összeséken! Ilyen csodát! Hadd tojás! És minden nagyok! Hallottam, amikor kukodácsoltak! Hát nem gyűl le! Hát ez egy igazi csoda tyúkok! Igazi amerikánsok! Úgy mondtam, hogy a fény tyúkjaim csoda tyúkok! Na, ugye megmondtam, szomszéd? A ketten ugyanazt csinálják, hát nem mindig ugyanazt jön ki a végén. Thank you.
motorkát, bíboros égen jár varázs. Szemében ott az iszó Párizs. Éjszakai álmok, éjszakai rémálmok, és rossz álmok. Pattan a szikra, lobban a lát, pattáncot jár egy motorkány, bíboros éjjel nyári varázs. Szemében ott az izzó parázs.